A közvetítés támogatója az FHB Kereskedelmi Bank ZRT, a hiteles bank. Thank you.
és uraim, kedves közönségünk! Ez új évben, régi szokás szerint ismét megjelentünk Önök előtt, Svejer Rita. És Makas Tibor. Valamint természetesen a Pannon filharmonikusok, amint azt láthatták, hallhatták, Hamar Zsolt karnagyúrral az élén. Köszöntjük Önöket itt a Pécsi Nemzeti Színházban, és otthon a képernyők előtt, a Pannon filharmonikusok és a Pécs TV közös produkciójában az új évi hangversenyben. Önök nem érezték úgy, hogy ez a mostani koncert Strauss Radetzky indulójával úgy kezdődött, mintha a tavalyit folytatnánk, és mintha el sem telt volna a kettő között egy év. Így találkozik a régi és az új, ahogy a ma esti hangversenyünk programjában is régi és új zenék csendülnek fel. Kérdés persze, mi a régi és mi az új? Ezt döntsék el Önök. Komolyra fordítva a szót, az Európa Kulturális Fővárosa felvezető éveinek sorában az idei, a 2008-as év központi gondolata, a harmónia humána, vagyis az egészség, a környezet és a kultúra harmóniája. Nem véletlen tehát, hogy akiknek az üzeneteit itt ma este eljuttatjuk majd Önökhöz, a zeneterapeuta, a szívsebész, a sportember, az orvoskar dékánya és természetesen a város első embere, az ő gondolataikat majd videóüzenetek formájában láthatják. Szavak után most beszéljen ismét a muzsika. A következő percekben Johann Strauss Bécsi vér című keringőjét és Bernstein Candidjának nyitányát hallhatják. A koncert első részének hangversenymestere Bújtor Balázs. Tehát, hölgyeim és uraim, a színpadon a Pannon filharmonikusok és Hamar Zsolt karnagyúr. Thank you.
Gándhi-nyitányról eszembe jut egy mondás, miszerint az optimista ember úgy gondolja, hogy a lehető legjobb világban él, a pessimista pedig tart attól, hogy ez valóban így van. Hölgyeim és uraim, önök közül bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a Pandon filharmonikusok hölgy tagjai ma még a szokásosnál is csinosabbak. Most ennek oka, hogy a hölgyek a Zsolnai Porcelán Manufaktúra Zóp Kati által tervezett ékszereit viselik. Most pedig, ahogy ígértük is, következzék mai első videóüzenetünk. Hallgassuk meg együtt Tasnádi Péter polgármester úr gondolatait. Én úgy gondolom, hogy a Pannon filharmonikusoknak ez a rendezvénye, amelyet elindított és most már hagyományossá vált, elgyogó példa arra, hogyha abba hisz valaki, egy csapat, vagy egy team, vagy egy együtt gondolkodó, vagy együttesen érző közösség, hogy lehet sikert elérni, akkor lehet valóban sikert elérni, mert ez közös hit, meg akarat kell, és én úgy gondolom, hogy a városnak a egészséges és kulturált állapotán is közös hittel és akarattal lehet előre lépnünk és segítenünk. Ez valóban az kell, hogy ne a pesszimizmus és ne a depresszió legyen a jellemző, hanem sokkal inkább egyfajta optimizmust, és azt a pici lépéseket, amit meg kell tenni mindenkinek, azt mindenki tegye meg. Ha ezt el tudjuk érni közösen, a együtt gondolkodó közösségekkel, akkor ez a város valóban sikeres lehet, és ha nem is egyik napról a másikra tudunk horribilis hatalmas eredményeket elérni, de szép apró lépésekkel, ez a város egyre inkább élhetőbb lesz, és minél több ember számára élhető lesz, és jól érzi majd magát itt. Hölgyeim és uraim, a legenda szerint a Strauss családban, az idősebb Strauss egy ízben sokat bíbelődött azzal, hogy két zenei téma között a megfelelő átvezetést nem találta meg. 10 éves kicsi fia bejött a szobába, egy ideig hallgatta a papát, majd pillanatok alatt lejátszotta az épp odaillő részt. A legenda szerint az apa reakciója állítólag ez volt, lehetséges, hogy inkább nekem kellene iskolába járnom és neked komponálnod. Hogy mindez így történt a következő darabban, arról azonban nem szól a fáma. A közkedvelt Pizzicato polka következik, majd Bernstein divertimentójának 5. tételét hallhatják. Ami a Strauss polkában elegáns tipegés, az Bernsteinnél az amerikai pulyka botladozása. Thank you.
Hölgyeim és uraim, következő üzenetünk feladóját 2007-ben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az év játékosának választotta. Josef Strauss Frauenherz polka mazurkája előtt, tehát ismerjék most meg Iványi Dalma gondolatait. A sport is úgymond egy sportkultúra, egy mozgáskultúra, tehát nagyon fontos, mert tényleg megtanuljuk azt ezáltal, hogy egy csapatban, közösségben dolgozunk, egy célért küzdjünk, és tényleg sokat kell gyakorolni, ugye, ami minden kulturális ágazatban megvan, akár zenéről beszélünk, akár művészetről, hogy valamiben tehetségesek vagyunk, és azt úgymond sok gyakorlással, kitartással még magasabb szintre vigyük. Ez a város egy kicsit magukénak is érzi ezeket a sikereket, és arra a 40 percre, amíg mi itt kosarazunk, addig ők át tudják adni magukat teljesen annak az élménynek, amit mi szolgáltatunk. Én nagyon remélem, és mi azon fogunk dolgozni, hogy 2008-ban is egy nagyon-nagyon sikeres évünk legyen, és sok-sok örömet tudjunk szerezni szurkolóinknak, Pécs városának, tehát nagyobb mértékben a magyar embereknek is, mert én tényleg úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy jó legyen a közérzetünk a hétköznapjainkban, mi jól tudjunk funkcionálni, ahhoz kell ez a kulturális, örömteli kikapcsolódás, és nem elég fizikálisan fitnek lenni, hanem én úgy gondolom, hogy lelkileg, szellemileg is egy fittség kell ahhoz, hogy az ember boldog tudjon lenni. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, Strauss hamarosan a felcsendülő művét, Bernstein egyik legismertebb melódiája, a Maria követi. Sajátos, csak a mai estére készült átdolgozásban. Előadja majd a Budapest Saxofon Quartet művészeti vezetőjük Szepesi Bence. A több mint 10 éves együttes szakmai díjakkal és sikerekkel tűzelt életútja tehát most önök előtt folytatódik. Thank you.
Művészet és lelki egészség a Pécsi Tudományegyetemen elindított művészetterápia szakban egyesül. A képzés vezetője dr. Tényi Tamás. Úgy gondolom, a zene az mindenképpen harmóniát teremt a világgal, létrehoz valamiféle egységet a világ és az egyén között, valamiféle elcsendesítő tengerként lehetne ezt leírni. Ez mindenképpen abban is megnyilvánul, amikor este hazamegyünk, és a stresszes nap után fölteszünk valamilyen muzsikát, és szinte belesümmülünk, belehullámzunk a világba a zenén keresztül. De másik oldalról a klinikusként, vagy lélekgyógyászként azt is el lehet mondani, hogy ezen a mindennapi mentálhigiéni és használ, vagy jellegén túl a zene segíthet a súlyosabb lelki zavarok kezelésében is. Meg kell adni magunknak azt a szabad, nyugodt időt, amikor elmerülünk a zene világába, ahogy Nietzsche mondta, az ős egységet mutatja meg a zene, egy korai könyvében mondta ő ezt, valami olyan határtalanságot, amely határtalanság nem rosszat jelentít, nem veszélyest jelentít, hanem inkább egyfajta teljességre való törekvést. És hogyha minden napjában odafigyelünk arra, hogy egy kicsit újra látogassuk azt a korai élményvilágot, aminek a gyökere nem más, mint az anya-gyerek kapcsolata, ahol ugyanez a határtalan, nyugodt, harmonikus együttlét volt jelen, akkor talán mindennapjainkat egy kicsit nyugodtabban és egészségesebben, békésebben tudjuk élni. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, ugye emlékeznek még rá ennek a mai ünnepi hangversenynek a mottója, régi és új. Önök most ismét eldönthetik, hogy melyiket hová sorolják. Joseph Strauss Néva című gyorspolkáját és Bernstein West Side Story-ának egy felgeteges részletét, az Amerika-Amerikát fogják hallani. Utóbbi közreműködője ismét a Budapest Saxofon Quartett. Thank you.
Hölgyeim és uraim, a ma esti ünnepi hangverseny első részének vége felé közeledve nem véletlenül láthatnak önök a kezünkben egy-egy pohár pezsgőt. Ugyanis engedelmükkel a ma esti koccintások sorát mi kezdjük meg. No, nem mohóságból vagy türelmetlenségből, hanem azért ellenkezőleg, azért, hogy önöknek is kedvet csináljunk a koccintáshoz. Természetesen a szünetben önöket is várjuk egy pohár pezsgőre, és az édes szájúakat egy marcipán tallérra is. A szünet után pedig természetesen ide-vissza a széksorokba. További kellemes estét!